Saját koalíciós partnere sem hiszi el Gyurcsány Ferenc értelmezését az elbukott népszavazásról. Horn Gábor a koalíciós egyeztetésért felelős államtitkár és egyben az SZDSZ kampányfőnöke meglehetősen egyértelmű szavakkal utalt arra, hogy a választók a vízidíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörlésével leváltották Gyurcsány Ferencet. Több mint 4 millió ember pedig nem volt hajlandó támogatni ezt a kérdésfeltevést. Természetesen nehéz szint választani, hogy egészen pontosan milyen motivumok is vannak az egyes választóknak a fejében. Nyilván vannak olyanok, akik erre nagyon konkrét kérdésre voltak nemek. Azt mondták, hát ha nem muszáj fizetni 300 forintot, akkor miért nem fizetnék 300 forintot? Én azt is tudom, hogy vannak is lehetnek olyanok.